Négy évtizeddel ezelőtt egészen pontosan 1978-tól 1986-ig a Palota városban a lakótelep építéséhez kapcsolódva végzett régészeti feltárásokat Siklósi Gyula. A régész professzor a Palotavárosi Központi Parkban egy olyan épület együttest tárt fel, amelyet a kutatás az egykori székesfehérvári Johanita rendházzal azonosított, aminek akkor a 20%-át sikerült feltárni. Most újra régészek kutatnak a területen, a legmodernebb földradaros műszerekkel vizsgálják át a parkot. Ez a műszer egyszerűen 8 csatornán mér, tehát egy nagyon-nagyon érzékeny képet ad a felszín alatti két és fél 3 méteres területről, ez ugye a behatolástól és a közegtől függ. 8 centiméterenként gyakorlatilag egy sávban végig tudunk menni. Ez most jelenleg a legfinomabb és legérzékenyebb földradar műszer, ami elérhető, és tudunk vele dolgozni. Kíváncsian várjuk az eredményeket. Kulcsár Mihálytól, a Siklósi Gyula Város Történeti Kutatóközpont igazgatójától azt is megtudtuk, hogy ez a Johanita rendház volt a legelső Magyarországon. A 12. század második felében épülhetett. Amiatt is fontos nem csak Fehérvár története, hanem az egyetemes magyarság története szempontjából, hogy egyrészt az aranybulla egyik, ugye a 7 példányban adták ki, annak az egyik példánya az itt nyert elhelyezést, itt őrizték, illetve egy uralkodói temetkezést is őriztek az itteni Szent István király templom falai között, nevezetesen Eufrozina királynénak, harmadik Béla édesanyjának a maradványait, illetve a sírját őrizte ez az épület. A cél, hogy meghatározzák a feltárások, illetve az építkezések után a földben megmaradt építészeti emlékeket.